Azt mondják, hogy minden sikeres diák mögött ott áll egy tanár, akivel éjt-nappal látéve dolgoznak azon, hogy meg tudják nyerni azt a tanulmányi versenyt, amin elindulnak. A Garai János gimnáziumban rendszeresen vesznek részt diákok és felkészítő tanáraik tanulmányi versenyeken. Ezekről a megmérettetésekről rendszerint valamilyen éremmel, oklevéllel és díjazással térnek haza. Az egyik ilyen verseny a Szent Korona történelmi verseny volt. A versenyen a koronázási jelvények közül a legnagyobb jelentőségűről, a Szent Koronáról kellett feladatokat megoldani. A 11. B osztályos Juhász Gergelynek sikerült a legjobban venni az akadályokat, egy első helyezéssel térhetett haza a versenyről. 11 diák mérhette összetudását, ide sikerült bejutnom. Ezt megelőzően két fordulóban, két online vetélkedőben kellett tudásunkról számot adni, és ahogy egyre inkább haladtunk előre a fordulóban, úgy nőtt meg a kiadott szakirodalmaknak a mennyisége és a száma. Ezáltal a végére már egy elég komoly anyagot kellett átnéznünk és tüzetesebben áttanulmányoznunk. Hozzátartozott még a feladatainkhoz, hogy egy kisfilmet kellett készítenünk 2,5 percben, melynek a címe Szülőföldem és a Szent Korona. És lényegében olyan legendákat, történeteket, illetve jellegzetességeket kellett keresnünk szülőföldünkön, lakóhelyünkön, illetve közvetlen környezetében, amik a Szent Koronához kapcsolódnak. Ezeket a szóbeli és írásbeli feladatok pontjait összeadva alakult ki a végeredmény. Végül a nagyon nagy meglepetésemre az első helyezést sikerült megszerezni. Igazából nem is számítottam erre az eredményre, hogy megmondjam őszintén. Úgy voltam vele, hogyha az első 10-be sikerül bejutnom valahogy, vagy bekerülnem, akkor az kiváló lenne. De amikor hogy visszafelé mondták az eredményeket, és már benne voltam a legjobb 10-ben, aztán legjobb 5-ben, legjobb 3-ban, és végül másodiknak sem az én nevemet mondták, akkor eléggé sikerült ledöbbennem, mert hogy tényleg ez egy olyan eredmény volt, amire nem igazán számítottam, és viszont nagyon nagy örömmel töltött el, hogy sikerült az első helyet megszereznem. A Szent Korona verseny győztese azt mondta, ez az a győzelem, amire örök életében emlékezni fog. Felkészítő tanára Gesztesi Enikő szerint Gergő keményen dolgozott azért, hogy megnyerje ezt a versenyt. Történelmet, latint és filozófiát tanítok az iskolában. Mind a három tantárgyon országos eredmények születtek ebben az évben. Kiemelném a három történelem eredményt, ami kiugró. Három első helyezett tanítványom volt ebben az évben, és három más típusú versenyben érték el ezt az eredményt. Először is kiemelném a Hyperion országos versenyt, amely egy blokkíró verseny tulajdonképpen. Egy nagyon szép eszét kell készíteniük a gyerekeknek ókori témából. Ezt a Pécsi Tudományegyetem szervezi meg minden évben. Azután Juhász Gergő tanítványom a Szent Korona versenyen ért el országos első helyezést. Ővele külön gyakorlatilag az év során külön foglalkoztam, hiszen ez a téma nem tartozik bele a tananyagba egyáltalán. A Szent Koronát kellett bemutatni, azt a három fordulón keresztül különböző feladatokat kaptak a gyermekek. És a harmadik verseny az egy hagyományos versenyünk, ez a Szavária országos történelemverseny, ami a korosztályos legnagyobb verseny, ez a 9-es, 10-es gyermekek számára kiírt történelemverseny, és ez az OKTV-nek gyakorlatilag az előfutára. Itt is egy első helyezett lett a tanítványok közül, és most hadd nevezem néven a gyerekeket. Angyal Réka ért el 2 első helyezést, illetve Juhász Gergő lett szintén első helyezett. Diákjai között volt Angyal Réka is, aki 3 versenyen is győztes lett. Ebből 2 történelmi volt, 1 pedig egy német verseny. A történelem és a német megmérettetésekről is azt mondta, hogy kemény munkával sikerült ezt elérnie, és örül a helyezéseinek. Én 3 versenyen is voltam idén, és mind a 3-at sikerült megnyernem, úgyhogy eléggé jól jött ki a lépés. Volt közöttük 2 történelem verseny, az egyik a Hyperion, a másik pedig a Szavária. A harmadik verseny, amin pedig indultam, az egy német verseny volt, egy ilyen kultúrtörténeti, és azt is sikerült megnyernem. Teljesen más a 2 verseny felfogása is, hogy milyen készségek kellenek hozzá. Az egyik az inkább az emberek kreativitására megy rá, mert bele kell helyezkednünk egy ilyen megadott embernek a
világába, és úgy kell írnunk egy blogposztot, mint hogyha az ő napját írnánk le, és használhatunk hozzá internetet, meg jegyzeteket, meg bármit, amire szükségünk van, tehát én ezt nagyon szeretem, ezt a versenyt. Aztán a másik pedig a Szavária verseny, ezen már hetedik óta, hetedik, nyolcadik, kilencedikben és tizedikben is elindultam. Ez inkább a lexikális tudást, meg az összefüggések értését méri, és ez úgy mondják, vagy azt szokták mondani, hogy ez az OKTV-nek az előkészítője, mert nagyon hasonlóak a feladatok, és akik itt jól szerepelnek, azoknak, azok már jó alapokkal indulnak az OKTV-n is. Volt egy ilyen német verseny is, országos kultúrtörténeti, és Bonyhádon rendezték, és itt is volt szóbeli, meg írásbeli forduló, és ezt is sikerült megnyernem. A felkészülést azt nagyon élveztem, mert ezt úgy szokták csinálni, hogy megadnak különböző honlapokat az interneten, amikről majd a kérdéseket össze fogják állítani, és az egyik barátnőmmel, aki Molnár Eszterrel, aki harmadik lett ezen a versenyen, együtt csináltuk és felosztottuk egymás között a feladatokat, így sokkal könnyebb volt felkészülni, és már tanulni is sokat segített. Réka felkészítő tanára Tóth Lászlóni azt mondta, hogy tanítványa egy nívós versenyen vett részt, amin csak azok indulnak, akiknek kitűnő a német tudásuk. A tanár kiemelte büszke tanítványára, hogy ilyen keményen dolgozott, hogy a történelmi sikerek mellett németből is kiválóan teljesítsen. Tehát ez egy országos verseny volt, német nyelvű országismereti és kulturális verseny. A Bonyhádi Petőfi Gimnázium szervezi hosszú évek óta, nagyon színvonalas. Két forduló van. Először a diákoknak egy feladatsort küldenek, amivel nagyon-nagyon sokat dolgoznak, és csak a legjobbakat hívják be. Tehát ez egy nagyon erős szűrő. És a szóbeli pedig olyan, hogy egy tartományt kell bemutatni Németországban, mintha az ember idegenvezető lenne. Tehát egy prezentációt németül természetesen. Igényes ez a verseny, tehát sokat kell hozzáolvasni, rendkívül nagy háttértudással kell rendelkezni, és azok a diákok, akik itt eredményeket érnek el, azok tényleg nagyon jó memóriával rendelkeznek, és nagyon tájékozottak, műveltek. A diákok versenyen elért szép eredményei bizonyítják azt, hogy a tanáraik erős alapot adnak arra, hogy megfelelően készüljenek fel a tanulmányi versenyekre, és ezáltal öregbítsék saját maguk és iskolájuk hírnevét. A Kazinczy szépkiejtési versenyről Szirányi Péter 10. osztályos tanuló éremmel térhetett haza. A tanuló felkészítő tanára Báló Marianna azt mondta, különleges eredmény 10. osztályosként érmet szerezni ezen a versenyen, ahol általában 11. és 12. tanulóknak van esélye ilyen eredmény elérésére.